A mögöttünk álló nehéz időszak világosan megmutatta, hogy az agrárium életbevágóan fontos szerepet játszik az ország ellátásában. Éppen ezért igazi örömhír, hogy a magyar mezőgazdaság soha nem látott lehetőségek előtt áll. Az uniós közös agrárpolitika vidékfejlesztési pilléren keresztül ugyanis több mint 4 ezer milliárd forintot fordítunk a mezőgazdaság és az élelmiszeripar megújítására a következő hét évben. Nem csak az összeg történelmi, hanem az is, hogy a kormány az eddigi 17,5% helyett 80%-os nemzeti társfinanszírozást biztosít az uniós vidékfejlesztési forrásokhoz. A tisztán uniós jövedelempótló támogatások felhasználásával pedig csak nem 3300 milliárd forinthoz juthatnak még a termelők. magyar gazdatársadalom így a következő évek nagy nyertesévé válhat. Mi minden nap ezért dolgozunk. A magyar gazdák számára a nemzetközi, a hazai verseny hatalmas kihívásokat jelent. Az uniós költségvetés időszaka megkezdődött. Fontos az, hogy minden rendelkezésre álló forrást igénybe tudjunk venni. Ahhoz, hogy hazai uniós és nemzetközi szinten versenyképesek legyünk, versenybe tudjunk szállni, jelentős mértékben a gazdaságokat korszerűsíteni. Fontos az, hogy a birtokokat rendbe töljük. fontos az, hogy a legkorszerűbb tudást hasznosítsuk, fontos az, hogy a korszerű technológiákat, a preszízős gazdálkodás minden elemét használjuk. Ehhez Komoly beruházásokra, komoly fejlesztési összegekre van szükség. A magyar kormány az eddigi 17%-os nemzeti támogatás helyett az adható maximumot 80%-ot biztosít az uniós források mellé. Ez azt jelenti, hogy amennyiben képesek leszünk jó célokat meghatározni, korszerű, komoly tervek alapján a legkorszerűbb technológiát alkalmazni, és igénybe veszünk minden egyes uniós szentet, akkor leszünk sikeresek. Ehhez összefogásra családon belül, összefogásra gazdaközösségen belül, összefogásra nemzeti és kártlátmenedzsén szinten van szükség valamennyi magyar gazda számára. Vállalkozásunk Hajdubihan megyében családi vállalkozás keretében működik. És természetesen ennek az egyik pillére a családi együttműködés. Amiben a négy fiunknak nagyon fontos szerepe van, hiszen van, kinek átadjuk azt, amit mi megalapoztunk, megteremtettünk. A további sikerekhez szükséges az a kormányzati támogatás, amiből már igénybe vettünk, és amiben a további fejlesztési elképzeléseinkben is igénybe szeretnénk venni. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően sikeresen tudjuk azt az elképzelésünket megvalósítani, hogy mi a termőföldtől az asztalig egészséges élelmiszereket teszünk le, rövid ellátási láncban a fogyasztók asztalára. Sok lehetőség van az agráriumban a fiatal generáció számára, ezért is nagyon fontos, hogy a nagyszülők, szülők által létrehozott gazdaságot tovább vigyék. Ezért is nagyon fontosak a támogatások, amelyeket Magyarország kormánya biztosít, ezeket köszönjük hálásan a fiatal gazdák nevében is.